Szép délután kívánok mindenkinek, köszöntöm a Replika Szabad Egyetem első alkalmán a résztvevőket. Gregor Anikó vagyok, szociológus, a Szabad Egyetem egyik szervezője és előadója, és engedjétek meg egyrészt rögtön azt, hogy ahogy már a levelezésben is és az eddigi kommunikációban is tegeződjünk, másrészt pedig, hogy bemutassam a szervező és előadó társaimat, akikkel ennek a fél évnek neki fogunk vágni, Böröc Józseffel, Fáber Ágostonnal, Hadas Miklóssal és Havas Ádámmal fogunk a következő jó néhány alkalommal itt együtt előadni és beszélgetni. És először egy kicsit azt szeretném megvilágítani, hogy milyennek a Szabad Egyetemnek a története, illetve a háttere. A Szabad Egyetem ötlete az pár hónappal ezelőtt fogalmazódott meg bennünk. Addigra már azért jó pár hónapja ötleteltünk közösen azon, hogy miként tudnánk hangot és teret adni azoknak a kritikáinknak vagy hiányérzetünknek, amelyek a hazai szociológiai mező működésével, vagy azon belül is egyrészt a tudományművelésével, a szociológusi szerepfelfogással, problémafókuszával, vagy éppen problémafókuszálatlanságával, másrészt pedig a szociológia oktatással, annak céljaival, tartalmával kapcsolatosan felmerült bennünk. És így jutottunk el tulajdonképpen a Szabad Egyetem gondolatáig, amit tehát nem véletlenül vagy puszta marketingfogásból hirdettünk meg úgy, hogy formabontónak, meg hiánypótlónak szánunk, hanem valóban ezekre az előbb említett problémákra és hiátusokra igyekszünk a magunk eszközeivel tulajdonképpen választ adni. És éppen ezért szeretnénk a lehető legmélyebben kiaknázni a Szabad Egyetem fogalmában rejlő jelző, vagyis a szabad és a szabadságnak a tartalmát és a fogalmát, mert hogy mindenféle intézményes, formális, illetve informális kötöttségektől vagy kötelezettségektől teljesen mentesen, témaválasztásban is teljesen szabadon alkottuk meg és raktuk össze a programot és a koncepciót, és mindez teljesen a szabad időnkből. Úgyhogy nagyon nagy örömünkre szolgált éppen ezért a nagyszámú érdeklődés, amit egyrészt leginkább ugye diákok részéről, másrészt pedig nem a szűk értelembe vett szociológusi szakma képviselői felől tapasztaltunk. És azt hiszem egyébként, hogy a koncepciónkat igazolja az is, hogy számtalan kollégánkat is egyébként a résztvevők között tudhatunk, és úgy tűnik, hogy akkor így az ő kíváncsiságukat is sikerült felkelteni ezzel a koncepcióval, és mindezt ráadásul egy olyan környezetben tudtuk megtenni, ahol elképesztő versengés folyik a szakmai programok között is a figyelemért, és mi még csak nem is ezzel a céllal léptünk itt tulajdonképpen a pályára. A Szabad Egyetemet a 30 éves Replika folyóirat karolta fel, és annak szellemiségével, annak szellemisége és égisze alatt fogunk működni. Azok számára, akik a folyóiratot nem ismerik, röviden annyit hadd mondjak el, hogy ez egy társadalomelméleti folyóirat, ahogy már említettem, 30 éve működik. Aktuális, mély, releváns, mondani valóval rendelkező, minőségi és nem ritkán provokatív tartalmat oszt meg rendszeresen az olvasóival, és hát a Szabad Egyetem is tulajdonképpen ezt a hagyományt kívánja követni és folytatni a következő hetekben. Nagyon köszönjük azoknak, akik már anyagiakkal is támogatják a Replika Szabad Egyetemet, és ahogy azt jeleztük, ingyenes az egyetem, a Szabad Egyetem, viszont a szervezés és a lebonyolítás költségeihez szívesen fogadunk továbbra is adományokat és támogatásokat természetesen mindenkitől a lehetőségeihez mérten, és ezzel nem csak a Szabad Egyetemet, hanem a Replika folyóiratot is támogatják az adományozók. A bankszámla szám nem most fogom itt felsorolni, és betűket és számokat sorolni értelmetlen lenne, a replika.hu/adományozás oldalon elérhető és megtalálható minden fontos információ. És ahogyan azt már láthatjátok, a Szabad Egyetem alkalmairól felvétel készül, és ezeket azonban majd csak az utolsó alkalmunkat követően tesszük elérhetővé a Replikának a YouTube csatornáján, így érdemes minket hétről hétre követni, és itt lenni velünk minden kedd késő délután, kora este, hogyha valaki nem akarja megvárni a májusi, júniusi időszakot, és azután megnézni a felvételeket. Ez lenne tehát a rövid köszöntőm, és megkérdezem az előadótársakat, szervezőtársakat, hogy szeretnétek-e
ti is köszönteni a résztvevőket, vagy evezzünk át rögtön az első témánkra. Sziasztok! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Két megjegyzésem van, kiegészítő megjegyzés ahhoz, amit Anikó elmondott. Az egyik az, hogy abbéli bánatunkból motiváltatva döntöttük úgy, hogy Replika Szabad Egyetemet indítunk most februártól májusig, hogy nem tudtuk megrendezni a Replika 30 éves évfordulójára a Giga Mega hétvégi eseménysorozatunkat október elején a járvány miatt. Tehát ez az egyik, amit szerettem volna elmondani. A másik pedig, hogy mi színvonalas tudomány népszerűsítésre törekszünk, és a cél közönség az a fejünkben elsősorban az alapszakos társadalomtudományi képzésre járó hallgató. Tehát ehhez próbáljuk majd igazítani a mondandóinkat, a hivatkozásainkat, és azt gondolom, hogy ez egy fontos információ, tehát nem akarunk se alá beszélni, túl popularizálni, se fölé beszélni, tehát olyan zárt, csak a belső kollégák számára érthető terminus technikusokat használni, amivel esetleg elriasztanánk a nem minden tényezővel tisztában lévő és nem minden fogalmat ismerő alapszakos hallgatókat. Ennyit szerettem volna még hozzátenni az Anikó által elmondottakhoz. Csatlakozunk ehhez. Abszolút. Oké, rendben, köszönöm szépen. És akkor rögtön át is evezünk az első alkalmunk témájára. És erre az alkalomra azt a kérdést hoztuk itt a közönség számára is, illetve a saját magunk számára is, hogy járjuk kicsit körbe azt annak a kérdését, hogy miért, hogyan, milyen társadalmi körülmények között, milyen társadalmi pozícióban lettünk mi magunk is szociológusok, és hogy ez hogyan hatott arra, hogy mi milyen formában műveljük a szociológiát. És ez a kérdés nem azért fontos a számunkra, hogy ilyen köldöknézegető módon kihasználjuk rögtön az első alkalmat, és magunkról beszélgessünk, vagy magunkról szóljon ez az első alkalom, és ilyen öncélú, stilizált, egy ilyen anekdotikus, sztorizgatós önbemutatásokat adjunk fejenként 10 vagy 12 percben, vagy esetleg azért, hogy szimpátiát keltsünk itt a hallgatóság körében, vagy a szociológus is érző emberi lény, hanem mert nem is a személyünk az érdekes igazából ezekben a történetekben, hanem szeretnénk kiaknázni azt a itt a csoportunkban rejlő potenciált, hogy körülbelül egy 30 éves időtávot tudunk átfogni a történeteinkkel, amiből azt reméljük, hogy egyfajta szakmatörténet is ki tud rajzolódni ebből az évből annak tekintetében, hogy várhatóan azért jelentős különbségek lesznek, vagy különbségek fognak így kirajzolódni ezekből a történetekből, és ezek fognak akár kirajzolni egy szakmatörténetet. Másrészt pedig azért is tartottuk fontosnak ezt a témát, hogy így indítsuk el ezt a Szabad Egyetemet, hogy tegyük ki az asztalra tulajdonképpen azt, hogy mi milyen háttérrel, milyen tapasztalatokkal, milyen pozícióból beszélünk arról, azokról a témákról, amikről majd itt fogunk az elkövetkezendő hetekben. És ezt a formátumot választottuk ki, méghozzá azt, hogy a legfiatalabb fogja kezdeni a szakmatörténeti áttekintést, tehát időben visszafele fogunk haladni, Havas Ádám lesz az, aki először el fogja mondani a válaszát ezekre a kérdésekre, és utána pedig folyamatosan haladunk időben, tehát én fogok következni, aztán pedig Fáber Ágoston, majd Böröc József és Hadas Miklós, tehát így fog haladni ez a mai beszélgetés. A technikai tudnivalók pedig a következők. A kérdéseket, amiket esetleg a hallgatóság hozzánk intézne, vagy hozzászólásokat,
azokat a lenti menüsorban, tehát hogyha egy teljes, jobban megnyitják, vagy teljesen kinyitják, vagy kinyitjátok a Zoom-nak az ablakát, akkor a lenti menüsorban ott fogtok találni egy olyan feliratot, ez a harmadik nálam, ez az ikon, hogy Q&A, tehát Q&A, kérdés és válasz, és oda tegyétek fel a kérdéseket. Ezek nem fognak egyből látszódni, tehát ezeket először mi fogjuk látni, ugyanis az 5-10-12 percet követően mi is fogunk egymásra reagálni, és akkor már ezeket a kérdéseket is bele tudjuk szőni az egymásnak feltett kérdésekbe, biztos, hogy lesz, ami össze fog csengeni ezekkel, úgyhogy oda várjuk a kérdéseket, és így fogjuk majd a webináriumon keresztül megválaszolni őket. Úgyhogy akkor Ádám, át is adom neked, és akkor 10 perc, és jelzek majd, jó, amikor kerek is majd lelép. És akkor mi most kikapcsolhatjuk magunkat, igaz? A képünket is, meg a hangunkat is, hogy ő az legyen a középpontban, aki éppen beszél. De igen, egyébként jó. Lehet. Hát a hangot mindenképpen. De elvileg az lesz a középpontban, aki beszél. Meglátjuk. Jó, én nem hallok semmilyen fehér zajt, vagy bármit, ami zavaró lenne, úgyhogy elkezdem, jó? Hogyha nincs a panelisták részéről elővetés. Jó, köszönöm szépen. Szóval én is szeretettel üdvözlök mindenkit, mint a legfiatalabb tag, és ez egy nagyon nehéz helyzet egyébként erről beszélni, hogy miért lettem szociológus. Igazából arról fogok főleg beszélni, hogy miért nagyon nehéz erről beszélni, és van ennek egy ilyen technikai apropója is, hogy én most egy új eszközön beszélek, úgyhogy azt a helyzetet képzeljétek el, hogy én most azt látom, hogy saját magammal szemben ülök, és a saját arcomat látom, és így egy képernyőnek, saját magamnak, mint egyfajta ilyen tükörbe beszélném el, hogy miért vagyok szociológus, vagy miért lettem szociológus, és számomra ez mit jelent, ami egy elég furcsa, pikáns helyzet. Megpróbálok koherens lenni, de hogy az életutam egyáltalán nem volt egy ilyen organikus, egész összeilleszthető narratíva, úgyhogy egy-két fő tényezőt emelnék ki, és talán a vezérmotívum az a fajta kettősség, ami az én akár már általános iskolai, vagy így gimnáziumi éveimet is jellemezte. Hát alapvetően egy ilyen gördeszkás deviáns voltam, aki tök jól tanult, és Nietzsének ők is volt az a Nietzsének az Zarathusztrájával a kabátcsőben bejártam a Hősök terére deszkázni, és akkor a szabadidőmre olvasgattam, miközben pedig gördeszkáztam, és a gördeszkázás egy nagyon izgi metafora, ami így a különböző, tehát hogy így, ami így a hozzáállásomat a szakmához jellemző, ugyanis egy semmiféle intézményes edzést nem kíván, mint más sportágak, viszont teljesen az ember saját magára van hagyva azzal, hogy ő célokat elérjen. Tehát nincsen korlátozva, de ugyanakkor ahhoz, hogy bármilyen eredményt elérj, ahhoz neked éjjel-nappal kint kell lenni a flaszteron, és nagyon nehéz trükköket, meg egyébként nagyon-nagyon veszélyes trükköket kell gyakorolni, és hogy nekem tulajdonképpen ez a fajta habitus, hogy így intézményi korlátok nélkül azt csinálom önfejűen, amit szeretek, és ezek általában veszélyes dolgok. Ez tulajdonképpen egy olyan vezérmotívum volt, ami már meghatározta azt, hogy mit kezdek el tanulni a felsőoktatásban. Ez a fajta kettőség úgy folytatódott, hogy én egyszerre voltam szabadbölcsész, esztétika filozófiát tanultam az ELTE-n, és a Corvinuson tanultam társadalmi tanulmányokat, amit tulajdonképpen egy ilyen in-between kettősségnek éltem meg. A társadalmi tudomány számomra a Corvinuson nem volt elég elméletileg elmélyült,
A bölcsészkar pedig nem volt empirikusan megalapozva. Most ezek ilyen nagyon-nagyon egyszerű tipológiák, de hogy nekem ez volt a megélésem, hogy nem kaptam meg egy helyen azt, amit akartam csinálni, és végül úgy döntöttem, hogy akkor szociológus leszek, mert hogy olvasni nagyon szerettem, és szeretek, és úgy gondoltam, hogy azt a fajta módszertani empirikus tudást saját magamtól nehezebben fogom elsajátítani, mint akár azt a tudást, amit az ELTE BTK-n megkapok. És akkor elmentem egy gyermekotthonba egy ilyen empirikus etnográfiai kutatást csinálni a gyermekotthonban lakókkal, és már ott is tulajdonképpen az érdekelt, szemben az ilyen klasszikus egyenlőtlenség, szegregáció, elnyomás témákkal, hogy a gyermekotthonban azok hogy élik meg a gyermekotthoni lelenclétet, akik tulajdonképpen nagyon jó családból jöttek, de valamiféle elhalálozás vagy valamiféle tragédia okán mégis ott kötöttek ki, tehát hogy nem volt az osztály hátterük, vagy társadalmi hátterük ilyen szempontból tipikus, és hogy azokat vizsgáltam tulajdonképpen, vagy ez volt számomra habituálisan a legfontosabb, hogy ami az abban adott millióben és adott szakirodalommal rendelkező helyen, az ilyen atipikus létformák, vagy emberek hogyan látták a saját sorsukat. Most akkor így szeretném elmondani, hogy a mesterszakdolgozatomnak mi volt a címe, ami igazából azért érdekes, mert egyrészt le kellett írjam, hogy erre emlékezzek, másrészt pedig láttatja, hogy mennyire nem volt ez egy organikus pályai, vagy még most se egy pályai végéről, inkább csak a kezdetéről lehet beszélni, bízom benne. Hogy annyira el voltam veszve ez a szellemi elmélet és empirikus tudomány közt, és tulajdonképpen nem találtam meg az én igazi kapaszkodóimat, hogy elmentem szociálpolitika mesterszakra, a Corvinusra, ahol a szakdolgozatom címe az alábbi volt: az ügyfélkapcsolat szerepe a munkanélküli ellátásban résztvevők támogatásában és ellenőrzésében, ez csak a főcím, az információszolgáltatás dilemmái az állami foglalkoztatási szolgálatnál. Na, tehát hogy ezt csak azért olvastam fel, hogy lássátok azt az ívet, hogy honnan lettem jazzkutató társadalomtudós, akik szubkultúrákkal, kortárs zenével foglalkozik. Tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amit így nagyon sokat tanultam belőle, de aztán végül rájöttem, hogy ez a szakpolitikai világ, ez nagyon, nagyon idegen tőlem, és az nem egy jó válasz erre a fajta kettőségre, hogy egy fajta technokrata szakértelmiség irányba mozduljak el. És akkor hát nagyon sok mindenről lehetne beszélni, és fogok is két előadást tartani a témámról, ami a kortárs jazz-zel áll összefüggésben, és annak különféle társadalmi művészeti szempontjaival, hogy én a doktoriskolában megtaláltam a Miklóst, aki itt is előadó, és hogy ő számomra, hát hogy ő volt az, aki megtestesítette ezt a fajta szintézist, amit én mindig is elvártam. Tehát nem a doktoriskola, hanem most én nem akarok itt a volt mesteremnek bazsulálni, de hogy ez nagyon fontos az én narratívámnak a szempontjából, hogy ő mint egy volt, vagy mi, zenész, színházi ember, művészeteket szerető és értő ember, egyúttal szociológus, nekem tulajdonképpen kézbe adta Pierre Bourdieu-nek a művészet szabályait, és hogy az így megváltoztatta, vagy az így kb. Helyre tett. És nekem ez volt ez a, tulajdonképpen ez a fajta találkozás volt a szintézis, amikor elkezdtem úgy társadalomtudománnyal foglalkozni, hogy egyúttal elméletileg megalapozott, módszertanilag szofisztikált, és a módszertanra mindig visszautaló és mindig reflektáló társadalomtudományt csinálok, ami egyúttal legalább annyira provokatív, mint amennyire gördeszkás koromban a Hősök terén olvastam a nem tudom Zarathustrát, vagy a Tragédia születését. Szóval, hogy én a szociológiát alapvetően egy nagyon komoly kritikai potenciállal bíró tudománynak tartom, és a Szabad Egyetemre visszatérve
tulajdonképpen ennek az egésznek a genezise az, hogy én nem látom azt, hogy a Magyar Intézményes Társadalomtudomány Egyetemi akadémiai szinten az akár csak megközelítőleg is betölteni ezt a fajta funkcióját, hogy tételbíró, érdekes, kreatív, innovatív szektorként, szegmensként működjék, és ezért próbálom, mint ahogy mindig is, megkeresni azokat az alternatív formákat, ahol megvalósíthatom önmagam, ahol érdeklő közönség számára beszélhetek azokról a kérdésekről, amik számomra mindenképp fontosak és téttel bírnak, és ez a szabad egyetem tulajdonképpen az én számomra ennek volna a platformja, és még egyszer nagyon-nagyon szeretném megköszönni, hogy ennyire nagy az érdeklődés, ezt nem gondoltam volna. Benne vagyok az időben, Anikó? Tökéletesen tartottad, köszönöm szépen, akkor én innen át is veszem. Csatlakozom Ádámhoz annyiban, hogy iszonyatosan nehéz feladatot tűztünk ki magunk elé, és ez akkor tudatosodott bennem, amikor elkezdtem készülni erre a mai alkalomra. És rögtön az vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy nagyon sokféleképpen el lehet mondani annak a történetét, hogy ki, hogyan és miért lett szociológus, és magamat is azon kezdtem el rajta kapni, hogy egy ilyen kaméleonként gyakorlatilag a közönséghez, a közönségnek a vélt összetételét tekintve, vagy elvárásait tekintve, bárhogyan tudnám alakítani ezt a történetet. Tehát, hogy ez egy teljesen plasztikusan alkalmazható, vagy igazítható történet, és rákényszerültem éppen ezért én is arra, hogy felülvizsgáljam azt, hogy amikor eddig erről beszélnem kellett, és ugye ez mostanában vált, vagy az elmúlt néhány évben vált igazán érdekesség, korábban senki meg nem kérdezte tőlem, hogy mi a története annak, hogy te szociológiát tanulsz, tehát, hogy itt eltelt egy bizonyos idő, amikor már én is már kutató szociológusként szembesültem ezzel a témával, vagy oktatóként szembesültem ezzel a kérdéssel. Szóval, hogy rákényszerültem arra, hogy felülvizsgáljam, vagy végig gondoljam azt, hogy a mai napig, amit ilyen megkérdőjelezhetetlen, vagy nagyon ilyen autentikus önreprezentációnak gondoltam, annak hány százaléka póz, meg hány százaléka egy olyan önbemutatás, ami igazából megpróbálja úgy felépíteni az embert, hogy azáltal egy pozíciót vesz fel valaki az önbemutatása révén. Miről szól az, hogy én hogyan mutatom be magamat? És az eddigi, ha úgy tetszik, pózom, amit az elmúlt években így felépítettem, vagy kialakítottam, az egy kicsit egy ilyen stilizált szenvedés történet, dramatikus keretben egy felfele mobil figurának a története, aki a vidéki környezetből a fővárosba kerül, az itteni elit csoportokkal kapcsolatosan van egy ilyen folyamatos befogadás, be nem fogadás ide-oda alakulása, emiatt néha egy ilyen dühös távolságtartó pozíciót is felvesz az illető ezekkel az elit csoportokkal kapcsolatosan. Nagyon kényelmessé válik bizonyos helyzetekben magának vindikálni azt a jogot, hogy ő elnyomott vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szóvivőjeként jelenik meg, akár a nyilvánosságban, de hogy közben megérződik, hogy ezt a képviseleti vagy egy képviselői szerepet sem alakítja igazából hitelesen. Tehát ez belülről is érződik, meg kívülről is látszódik. És egyszerűen ezt kellett nekem is az elmúlt napokban felülvizsgálni, és átgondolni, hogy ezt hogyan tudom itt most tényleg az önreflexiót élesben gyakorolni ebben a 10 percben. Viszont az biztos, hogy hozzájárult a szociológussá válásom folyamatához, az a családi kontextus és a családi kontextusomnak a társadalmi struktúrában, vagy a családomnak a társadalmi struktúrában elfoglalt helye. Itt most a személyes mikrotörténetet fogom folyamatosan összekapcsolni a makrofolyamatokkal, hogy itt mégiscsak van egy olyan alsó-középosztálybeli pozíció, amit erőteljesen kijelöl és meghatároz az, hogy az édesapám alapvetően egy közalkalmazott, általános iskolai tanár, időről időre gyakorlatilag a középosztály közepéhez való felzárkózási vágyjal, amit néha bérrendezésnek csúfolt formában, mint állami alkalmazott lehetőséget is kap arra, hogy a helyzete egy kicsit javuljon, de itt mindig csak addig engedi ez a
politika, hogy a víz felett maradjon a feje. És az ez elleni pozíciónak a védekezésében tulajdonképpen folyamatosan másod- és harmadállásoknak, meg extra munkáknak a vállalásával őrizhető meg, vagy lassítható le ez a szépen lassan arasztoló lefele csordogáló lecsúszás történet egy kicsit, ami tulajdonképpen egy nagyon-nagyon klasszikus, nagyon sokakat érintő Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem globálisan is érintő történet. De ez jól illeszkedik tulajdonképpen ez a fajta másodállások, harmadállások folyamatos vállalása abba a társadalom formáló ideológiai keretbe, ami mondjuk így az elmúlt 30-40 évben hogy minden a munka és a produktivitás köré szerveződik, miközben abból a nézőpontból, ahonnan én is ezt láttam, ez sokkal inkább egy megélhetési kényszer. És akkor ebben a lecsúszási sebesség mérséklésében nagyon jó, vagy mérséklésében nagyon jó beleillik, hogy azért a legnagyobb gyerek magas iskolai végzettséget szerez, doktori fokozatot szerez, amerikai egyetemre jár ugyan Magyarországon, tehát én a Közép-Európai Egyetemre is jártam, de ezek mind olyan státuszelemek, amik kollektíve tudják valahogy mérsékelni ennek a családnak a lecsúszás történetét. Ami igazából tényleg egy ilyen lassú, és nem is annyira lecsúszás, mint inkább minél többet és többet kell dolgozni ahhoz, hogy szinten tudjon maradni. A társadalmi pozícióját meg tudja őrizni egy csapat. És akkor én a másik vége, ahonnan megragadnám ezt a történetet, hogy mi az a kontextus, vagy mi az a környezet, amiben szociológus lettem. Itt egy egykori tanáromnak a munkájához fordultam, ugyanis én 2002-ben kezdtem az egyetemet, az ELTE-n, és arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy akkor milyen állapotban volt, vagy van kordokumentum azzal kapcsolatosan, hogy maga a szakma hogyan látta akkor a szociológiának az állapotát, a történetét, mert abból ki tudom olvasni, hogy én 2002-ben hova kerültem be, milyen körülmények között léptem be ebbe a mezőbe, és hogy ott mi fogadott engem. És itt Némedi Dénesnek 2000-ben a Szociológiai Szemlében megjelent a Szociológia egy sikeres évszázad után című írásához fordultam, és azt néztem meg, hogy ő ott akkor, ugye ő szociológia történettel, elmélettörténettel foglalkozott, de hogy ő milyen kontextusát rajzolta meg ennek a szociológiai szakmai mezőnek, és ajánlom egyébként mindenki számára, hogy olvassa el ezt az írást, mert rettenetesen tanulságos. Gyakorlatilag ugye egy változatos válságtendenciáktól sújtott szociológiai mező volt az, ami akkor engem első éves egyetemistaként fogadott. Egyrészt a tömegoktatással való nyüglődéssel és azzal, hogy a diákok elsősorban már azon gondolkodnak, vagy azzal az igénnyel is lépnek be, hogy miként tudják majd forintosítani az egyetemen megszerzett tudást. Van egy vékony felső réteg, aki úgy menekül ki ebből, ami végül az én utam is lett, hogy az oktatást választja, tehát hogy az oktatásban tud elhelyezkedni, és aztán vannak sokan, akik meg elvégzik ugyan a szakot, de pályaelhagyók lesznek. Itt a Facebookon, hogyha valaki ismeri a pályaelhagyó szociológusok oldalt, akkor ha nem, akkor ajánlom a figyelmébe. A generációnk kor lenyomata rajzolódik ki. Azt hiszem, hogy az a mottója, hogy valami olyasmi a mottója, hogy elhagytuk, de nem felejtjük. Tehát, hogy a szociológus, tehát, hogy itt van egy be nem váltott ígérete nagyon sok tömegével a kortársaimnak, hogy belülük szociológus lesz, és igazából maga az oktatás ezt nem tudta soha megadni nagyon-nagyon sok egykori pályatársam számára, és máshogy helyezkedtek el. Aztán a válságtendenciának egy másik jellege, hogy maga akkor már a szociológiai
mező, vagy ez a közeg érzi, hogy elvesztette az értelmiség képző, meg értelmiség formáló szerepét, és hogy egy szaktudás az, amit igazából egy ilyen technokrata tudás, amit Ádám is említett meg, ami Ádám szakdolgozat címében megjelenik, és nekem is ezt kínálta sok szempontból pályaként, vagy lehetőségként a szakma, és én magam is, az első munkahelyem az politikai közvéleménykutatás volt a miniszterelnöki hivatalban, és grafikonokat színeztem, és számoltam mindenféléket. Tehát, hogy ez volt az, amit felkínált tulajdonképpen egy ilyen alkalmazott szociológiai tudás. És a harmadik válságtendencia, amivel szintén fogadott minket ez a szakma, hogy egyszerűen Németh Dénes írásából kiolvasva, és ezt is fogjuk adresszálni, egyébként erről is lesz majd előadás a következő hetekben, hogy magának a szociológiának kell szembenéznie azzal, hogy az addigi nemzetállami keretekben önmagának is saját ilyen csapdát állító rendszere, hogy itt van olyan, hogy magyar társadalom, és hogy erről kell beszélni, hogy magyar társadalom, annélkül, hogy figyelembe venni, hogy itt globálisan a társadalmak összetartó ereje, illetve a szétziláló ereje, az nem nemzetállami keretek között kell, hogy értelmeződjön. Ezzel nem akar szembenézni továbbra sem a szociológusi közeg. Tehát, hogy egy ilyen közeg fogadott annak idején, és amit az egyetemen tulajdonképpen én kaptam, az szerintem ennek a teljesen jó leképeződése, és hogy belülről látom, ott továbbra is ez az út, hogy inkább egy ilyen technokrata szaktudással próbálja meg az egyetem felvértezni a diákokat, mert hogy az legalább majd forintosítható, monetizálható, piacosítható. Már ez az igény meg is fogalmazódik a diákok részéről, és az, hogy a kritikai gondolkodásnak, a kreativitásnak minél nagyobb tere legyen, azt egyre kevésbé, tehát megadta magát tulajdonképpen az egyetemi oktatás ezeknek az erőknek teljes mértékben, és nagyon nehéz ezekkel szembe menni. Úgyhogy azt hiszem, hogy le is állok, és majd az egymásra adott reflexiókban lehet még tovább folytatni. Úgyhogy köszönöm, és akkor Ágoston, tiéd a szó. Köszönöm szépen, hogyha hallottok engem. Annyit még el akartam mondani, hogy tulajdonképpen mi hogyan kapcsolunk a replikához. Azt hiszem, hogy erről nem beszéltünk az elején. Tehát Hadas Miklós a replika alapító főszerkesztője volt 30 évvel ezelőtt, és jó pár évig az volt. Ádám is a replikának a szerkesztője, és én is a replikának a szerkesztője vagyok már 10 éve, és még egy reflexió arra vonatkozóan, hogy erre majd szerintem vissza fogunk később térni, hogy nagyon érdekes a mi ötünk különböző szakmai beágyazottsága. Ugye az, hogy mi itt kritikai reflexiót fogunk valószínűleg gyakorolni sok kérdésben, ez felveti azt a kérdést, hogy mi ezt miért csináljuk, vagy miért tehetjük meg. Most ezt nem akarom kifejteni, tényleg csak utalok rá, biztos, hogy vissza fogunk erre térni. Tehát az ötünk közül négyünknek viszonylag sajátos a pozíciója. Ketten Ádámmal eléggé perifériális pozíciót foglalunk el a magyar szociológiában. A másik két panelista társunk, Hadas Miklós és Böröc József pedig a pályájának a zenitjén, vagy ha ezt megengeditek, a zenitjén is akár túl, legalábbis intézményes értelemben, tehát olyan emberek jöttünk mi itt össze, akik nem vagyunk benne a sűrűjében igazán a szociológiai belharcoknak, és a szociológiai belharcoknak a tétjei számunkra momentán legalábbis pozicionálisan nem annyira fontosak, hát intellektuálisan mindenképpen fontosak, és tulajdonképpen ezt a reflexiót próbáljuk most itt elvégezni. Az, hogy én megpróbáltam azért összedni, hogy miért lettem szociológus, és milyen típusú szociológus lettem, és miért lettem olyan típusú, amilyen lettem, ezt azért leírtam magamnak, mert hogy ugye mindenféle önbemutatás valamiképpen konstrukció, és az is érdekes lesz itt a Szabad Egyetem során, meg főleg az első beszélgetés során, hogy az
egymásra reflektálásunk, egymásra hatásunk hogyan formálja azt a konstrukciót, amit önmagunkról kialakítunk, hogyan befolyásolják azok a felvetett szempontok a másik beszélgetőt, amelyre esetleg rezonálni tud. Ha engem megkérdeznek, hogy miért lettem szociológus, én mindig azt szoktam mondani, hogy azért, mert Hankis Elemérnek olvastam egy könyvét gimnáziumban, a Társadalmi csapdák és diagnózisok című könyvét, és abban volt egy nagyon érdekes paradox helyzet, amikor azt hiszem a körúton egy kuka maradt ott az úttesten, és ezt kerülgették az autósok, és hatalmas sor torlódott fel, és mindenki dudált, amíg oda nem ért a kukához, aztán amikor meglátta, hogy tulajdonképpen a kuka az, ami lassítja a forgalmat, onnantól már nem volt számára érdekes, hogy a kukát elhúzza az útból, számára már nem volt fontos, hogy investáljon az energiájából abba, hogy félrehúzza a kukát, hanem továbbhajtott. Tehát hogy ez is egy olyan dolog volt, ami nekem kinyitotta a szememet arra, hogy az embernek a pozíciója a társadalomban, a bizonyos helyzeti beágyazottsága hogyan határozza meg a viselkedését, akár ilyen hétköznapi helyzetekben is, hogy amíg nem értem oda a kukához, máshogy viselkedem, mint azután, hogy én elhagytam a kukát. A Karinthy Frigyesnek van egy érdekes novellája, idevágó novellája, a doktor ugyanaz. Ugye ez, itt egy férfiről van szó, aki hát két rövid leírást tartalmaz a kis, hát lehet, hogy ez inkább tárca. Az egyik verzióban azt, hogy éppen felszállni készül a villamosra, és hogy engedjék már őt oda, és hogy vesszen a villamosvezető, és a kövér emberek szálljanak le, és stb. És amikor már fölkerült a villamosra ez a második része a novellának, akkor ez teljesen megfordul ez a viszony, és akkor azokhoz intéz szózatot, akik lennának a peronon és nem férnek föl, és hát uraim, hölgyeim, önök is láthatják, hogy tele van a villamos, nincs itt több hely, a vezetőt pedig azonnal csukja be az ajtót, és induljunk tovább. Szóval, hogy ezek olyan dilemmák és olyan felismerések voltak a számomra, amik közelebb vittek ahhoz, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és egy ilyen zárkózott introvertált fiatalként ez nekem nagyon érdekes volt, hogy ilyen tudásokra én szert tudok tenni a könyveket olvasván. Ugyancsak fontos volt az apai örökség, az az imperatívus, hogy én mindig foglalkozzak azzal, ami engem érdekel. Engem a gimnáziumban is, ugye most említettem, hogy ez a könyv nagyon felkeltett az érdeklődésemet, és én ezzel akartam foglalkozni, és a gimnáziumban pedig három csoport volt nagyjából az osztályban, az egyik csoport jogász szeretett volna lenni, a másik csoport közgazdász szeretett volna lenni, és a harmadik csoport meg ilyen nagyon vegyes orientációt választott magának, és én ebbe a harmadikba kerültem, mégpedig azért, mert én ezzel szerettem volna foglalkozni, tehát hogy én nem jobb híján lettem szociológus, hanem engem tényleg ez érdekelt, és nem annyira a szociológusnak a presztízse, meg a társadalmi pozíciója, ami ezzel esetleg járhat, mert abban az időszakban ez nagyon alacsony volt, hanem tényleg a szubstanciája, a megismerése a társadalmi viszonyoknak. Na most, amit még el akarok mondani az én családi hátteremről, az, hogy én milyen típusú szociológiát művelek, és milyen dolgok érdekelnek, és milyen dolgok nem érdekelnek, ugye ez mind a kettő fontos, és hogyan viselkedem a szociológiában, a szociológiai mezőben, az nagyon gyakran arra vezethető vissza, hogy az én egy tulajdonképpen vegyes házasságba születtem bele, nem a szónak etnikai, vagy nyelvi értelmében, hanem társadalmi értelmében. Tehát egyik ágról a családom az egy elég hosszú időre visszanyúlóan értelmiségi, a másik ágról pedig ilyen kispolgári nem értelmiségi család. Az ugye egyik nagyanyám például orvos, kutatóorvos, főorvos volt, a másik nagyapám pedig matróz és ilyesmi foglalkozásokat tűzött. Tehát én családilag is elég nagy társadalmi távolságot fogok át, és én ennek tudom azt, hogy különböző társadalmi hátterű emberekkel többé-kevésbé meg tudom találni a hangot, és valószínűleg ez az a háttér, ami engem arra predesztinál, hogy a szociológiában, tudományosságban bizonyos dolgokat elutasítsak. Például nem tudok azonosulni a doktrinerséggel, nem tudok azonosulni a klikkesedéssel, nem tudok azonosulni a szektársággal. Tehát olyan dolgokkal, amik bezárkóznak egy adott univerzumba, és nem hajlamosak vagy hajlandók rátekinteni
arra az univerzumra. Na most, hogy ettől függetlenül a kritikai érdeklődés fokozatosan megvan, tehát van egy ilyen részleges intézményi kívülállásom, de ettől függetlenül az érdekel, hogy mi van belül, tehát kinn is vagyok, de az is érdekel, hogy mi van belül. A Havas Ádámmal írtunk egy cikket, a Heteronóm Akadémia felemelkedése az EU peremvidékein, az a replikában egyébként olvasható, majd valahol megpróbáljuk belinkelni. Tehát, hogy megvan bennem az, hogy még ott is találok valami érdeklődést, vagy intellektuális tétet, ahol igazán nem vagyok ott beágyazva, nem vagyok ott intézményesen. Nagyon erősen meghatározta az a pályámat, hogy tulajdonképpen nekem nem volt a szó szűk értelmében mesterem senki. Ezt egyébként tanácsolom mindenkinek, aki intézményi tudományos pályára készül, hogy találjon magának egy olyan mestert, aki ideje korán a hóna alá nyúl és támogatja, mert enélkül hát nem könnyű érvényesülni ebben a mezőben, és 5-10 évet lehet nyerni azzal, hogy valakit olyan ember támogat, aki befolyással bír mondjuk rekrutációra, tudományos életre. Az első konzulensem Németh Idénes volt, ő sajnos meghalt, amikor nem sokkal azután, hogy elkezdtem a doktorit, és volt nekem egy franciaországi konzulensem, és én egy közös képzésben végeztem a doktorit, de a francia doktorimat nem szereztem meg. Részben azért, mert a francia konzulensemmel nem volt nagyon jó a viszonyom, részben pedig azért, mert nem olyan témát választottam, ami könnyen megvédhető lett volna egy francia szociológiai mezőben. Én Pierre Bourdieu francia szociológusnak az elméleti és politikai munkásságával foglalkoztam, és ez egy annyira neuralgikus pontja a francia szociológiának, hogy egyszerűen túl nagy lett volna a tétje az én konzulensem számára annak, hogy én ezt a témát egészen a védésig elvigyem, főleg, hogy én kritikailag viszonyultam ehhez a témához, és az én franciaországi konzulensem pedig a Bourdieu-i iskola az egyik zászlóvivője volt. És ha most kéne doktori témát választanom, akkor hát egyrészt ugye azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy olyan témát választanom, amivel hajlandó 4-5, adott esetben 6 évig foglalkozni, másrészt pedig ne válasszon túl nagy téttel, tudományos vagy társadalmi téttel bíró témát, mert ez is megbosszulhatja magát. Voltak azért, tehát konkrét értelemben nem voltak mestereim, de voltak virtuális értelemben vett mestereim, az egyik az általam említett Pierre Bourdieu, akiről írtam egy könyvet, és akitől sok mindent megtanultam, de ezt most nem mondom el, mert erről még lesz szó. A másik ilyen mesterem, akitől inkább emberi dolgokat tanultam, az a Peter Berger, aki egy konzervatív, liberális szociológus volt, és tőle igazából azt tanultam meg, hogy lehet úgy is értékelni egy szociológiai műnek a minőségét, hogy az ember nem azonosul vele ideológiailag. A harmadik ilyen tanítómesterem pedig Charles Wright Mills volt, aki a Szociológiai Képzelőerő című munkának a szerzője, és aki nagyon sokat segített nekem abban, hogy feloldódjanak azok a gátlásaim, amelyek az írással, tudományos publikálással voltak kapcsolatosak. Tulajdonképpen felszabadította a gondolataimat, és megtanultam tőle, hogy az embernek szabadjára kell engednie a képzelő erejét, amikor tudományos tevékenységet végez, nem szabad rutinszerűen, nem szabad hivatali munkaként végezni, és hogy legalább saját magát ne korlátozza az ember a gondolkodásban, ha egyszer papírra vetti a gondolatait, mások majd úgy is megteszik helyette. Tehát, hogy ne én legyek önmagam ellensége azáltal, hogy már ideje korán saját magamat öncenzúrázom, önkritikázom, hanem ezt majd, ha a tudományos mező normálisan működik, ezt meg fogják mások tenni helyettem. Jó, akkor szerintem majd még volt egy dolog, amit el akartam mondani, de akkor majd a diszkuszióban ez lehet, hogy előkerül, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet egyelőre. Oké, köszönjük szépen, vissza fogunk akkor majd erre térni, és akkor a következő előadó, önreprezentáló, Böröc József következik. Sziasztok, én is mindenkit szeretettel köszöntök. Egyúttal fel szeretném hívni a
jelenleg képpel jelen nem levő előadókat, hogy én tőlem nyugodtan gyertek föl, tehát engem nem zavar, sőt, hát nekem mindegy. Sőt, lehet egy kicsit jobb is, hogyha látom, hogyha mit tudom én, mondjuk egy poén volt, és elmosolyodtok, miután a közönséget úgyse látom, legalább a társelőadóim. Na mindegy. A lényeg az, hogy kicsit más a dolgoknak a, hát hogy mondjam, a lélegzete, amikor nem, mondjuk én kétszer annyi idős vagyok kb. Mint a legfiatalabb résztvevő nagyjából. Tehát ugye más időtávot kellene elmondanom, úgyhogy erre nyilvánvalóan nem is fogok vállalkozni. Egyrészt mert lehetetlen lenne, másrészt mert nem is annyira érdekes, még nincs annyira végig gondolva. Egyébként most így rögtön mondom, hogy annyira beletaláltunk itt az én kis lelkembe, hogy három autobiográfikus projektem is, vagy önéletrajzi témákat foglalkozó könyv, vagy nem is tudom, kutatási témám van, amelyekkel foglalkozom per pillanat. Úgyhogy már csak ki kell várni azt a 10-15-20 évet, ami alatt én megírom ezeket, és akkor majd már mindent fogtok tudni. Na, szóval a lényeg az, hogy én azzal kezdeném, mert ugye az volt a kérdés, hogy a kiinduló kérdés, a kutatásban a legfontosabb mindig a kiinduló kérdés, hogy hogyan lettünk szociológusok, mi indított erre. Hát én ezt nagyon jól tudom kötni két tanárral való párbeszédem, illetve pontosabban két tanári kommunikációhoz, az egyik az egy egyoldalú kommunikáció volt, ezt meg is fogom nevezni, egy doktor Jablonkai István nevű szeméről beszélünk, aki a Petőfi gimnáziumban az én osztályfőnökön volt, és egyébként a Solymári Helytörténeti Múzeum névadója. Na mindegy, a lényeg az, hogy én ugye a szokás szerint felvételiztem egy egyetemre, semmi köze nem volt a szociológiához, és a szóbeli vizsgán azzal a meglepő hírrel fogadtak, hogy akkor mondta az egyik résztvevő ott a szóbeli bizottságban, hogy jelölt úr, felolvasnék valamit az osztályfőnöke jellemzéséből. És akkor most nem szaporítom a szót, a lényeg az, hogy dr. Jablonkai István azzal zárta a rólam szóló jellemzését, hogy mindent egybevetve szellemi munkára alkalmatlan. És akkor ezt úgy gondoltam, hogy ez szerintem, tehát most úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez ugye indíték volt arra, hogy később az ötlet lesz eszembe, hogy talán lehet, hogy szociológusnak kellett volna lennem. A másik sztori az, amikor én debreceni bölcsészhallgató voltam már, hozzáteszem egyébként, hogy kitűnő egyetem volt a debreceni egyetem, csak a debreceni lét, tehát az élet ott az nem volt igazán érdekes, főleg abban az időszakban. Lényeg az, hogy engem megbuktat, tehát évismétlésre buktattak az egyik legkedvesebb tárgyamból, nemzetesen irodalomtörténetből. Egy egyébként kitűnő, tehát csak mindenkinek csak ajánlani tudom az évismétlést, mert nagyon jó volt az az évem. Például, hogy mondjam, élesítettem a lengyel nyelvtudásomat Budapesten, stb. Élettapasztalatok sorára tettem szert. Mindegy, miután visszakerültem, és nagy nehezen végül is átmentem ezen a szigorlaton, akkor egy késő őszi éjszakán Szuromi Lajos professzor, aki engem megbuktatott konkrétan háromszor, találkoztam egy villamos megállóban, és odafordult hozzám, és azt kérdezte, kolléga úr, tudja maga, hogy miért ment át olyan nehezen az irodalom szigorlaton? Hát mondom, tanár úr, talán mondja el. És akkor azt mondja, mert maga túlságosan is szavakész. Akkor rám nézett, hogy tudja maga, mit jelent, hogy szavakész? Hát mondom, igen, az Beres Péter szóújítása volt, és azt jelenti, hogy slágferti. És akkor most ezt azért mondom, mert ekkor már nagyjából én kezdtem sejteni, hogy lehet, hogy nem csak, hogy szociológiával kéne foglalkoznom, hanem lehet, hogy nem szakma elhagyó, hanem ország elhagyó szociológusnak kéne lennem. És most a családom történetét, ezt talán nem, abban talán most nem is megyek bele nagyon, csak annyiban jelzem, hogy egy elképesztően szinkretikus, tehát a magyar mondjuk társadalom történet legkülönfélébb sarkaiból összekeveredett család, egyik fele református, másik fele katolikus, van közte református kántor, aki egyben egyébként részben szlovák és lengyel származású, félig nemes, a másik, az ő felesége poroszlói parasztlány, a másik oldalon siófoki katolikus iparos,
Na szóval, és még a sztorinak, miről egy százalékát sem mondtam el. A kárpitos nagyapámnak a fia, az apám úgy lett érte, ő lépte meg az értelmiségivé válás lépését, tehát ott volt a nagy mobilitási ugrás, nevezetesen úgy, hogy a veszprémi piaristák megtalálták. Tehát 1937-ben kiválasztották a siófoki kárpitos sutyó gyereket, a klotgatyás gyereket valahogy, meg gondolom a tanító javallatára, hogy nem buta az a gyerek. Lényeg az, hogy az egész, tehát 8 évet ösztöndíjas diákként végzett az apám az ország egyik legjobb gimnáziumában, majd ezek után kihagyok néhány lépést, koreográfus lett, konkrétan táncos. Az anyám egyébként zongorista volt, tehát én egy ilyen előadó művész családból származtam, mind a kettőjük karrierje abszolút megtört, mire én már kapcsolatba kerültem velük, mondva lévén, hogy megszülettem, ezt most szintén nem tudom elmesélni. Lényeg az, hogy ez a háttér, tehát mondjuk a szinkretikusság, a mobilitási sztorinak a költségei, és a magyar társadalom, hát hogy mondjam, önfelszámoló tendenciái, körülbelül ezek voltak az én élményeim, amelyek arra mozdítottak, hogy filmrendező legyek. De oda nem vettek föl konkrétan kétszer, és ezek után kicsit ideges lettem, azóta már tudom persze, hogy ez normális, de tehát ugye a legjobbjaink is többször többedikre kerültek be, de hát én akkor teljesen felkaptam a vizet, hogy így mondjam, és akkor úgy döntöttem, na, akkor más pályát választok, az a más pálya, amit választottam, az pedig a szociológia volt, konkrétan a Konrád Szelényi Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című könyv elolvasása tette rám ezt a hatást, amit akkoriban szamizdatként lehetett elérni, és olyannyira voltak jók a kapcsolatrendszereim, hogy eljutott hozzám a könyv a Genfi Magyar Protestáns Szabad Egyetem kiadásában magyar nyelven, de, és hát attól teljesen elájultam, annyira ráéreztem a dolognak az ízére, úgyhogy már a szakdolgozatomat szociológiai témából írtam, ezt nem nagyon támogatta a népművelés tanszék, amelynek akkor hívták azóta művelődés szervezésnek hívott tanszéke. És akkor utána a végzés után abban a naív hitben éltem, hogy akkor majd visszajövök Budapestre, és akkor majd találok valami szociológusi állást. Na, ez nem volt. Tehát akkoriban egyrészt félig tiltották, félig tűrték a szociológiát, erről majd a Hadas tanár úr majd mesél rendesen, gondolom, mert ő ennek volt a része. Én véletlenül ebben nem tudtam bekerülni, és egyéb szociológiai, tehát voltak kutatóintézetek, művelődéskutatóintézet, mindenféle helyek voltak, hát csak bejutni nem sikerült, tehát ez a lényegében. És a legcsodálatosabb élményem az pedig az volt, amikor egyik ilyen intézet vezetője azt mondta nekem, elmondtam neki a kis rablómesémet, hogy miért akarok én, hogy milyen szociológus akarok én lenni, és egyáltalán csak, hogy rám nézett, és azt mondta a lehető legkedvesebb, legjobb indulattal, hogy kolléga úr, azt mondja meg nekem, ki áll maga mögött. És hát én mögöttem senki nem állt, és én nagyon hálás vagyok neki, mert én úgy érzem, hogy ez egy pozitív, tehát egy segítő dolog volt, vagyis hát megtanította nekem azt, hogy kapcsolatrendszert kell építeni, és nekem ez úristennek nem sikerült, az óra viszont ketyege, úgyhogy én megragadtam egy a véletlen által hozott alkalmat, ami arról szólt, hogy az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb, legdélibb államában, Louisianában egy kis magyar faluban magyart lehetett elmenni tanítani 2 éves szerződéssel, és én lényegében egyik perccel a másikra, konkrétan 6 hét alatt ilyen budapesti szabadúszóból amerikai, hát ilyen tanárember lettem, konkrétan egy tanyasi iskolában tanítottam magyart, kis lurkóknak a legtöbben az első-második éves, tehát 6-7 évesek voltak, csodálatos volt, a legnagyobb szellemi kihívás, ami valaha ért engem életemben. És akkor ott derült ki, amikor ott már ott voltam, hogy ez az, amin én ott vagyok, az nem munkavállalás, hanem ösztöndíj, és így iratkoztam be az ottani helyi egyetem, Louisiana State University szociológia tanszékére, majd onnan, amikor lejárt a 2 éves ösztöndíjam, ez a magyar tanítási dolog, akkor pedig átjelentkeztem, és vettek át a Johns Hopkins University-re, ami Baltimore-ban volt,
Mindegy, egyetlen dolgot akarok még erről elmondani, és akkor utána abba hagyom. Nevezetesen, hogy ebben az egész amerikai PhD-ben, ami aztán vezetett az amerikai állásokhoz, stb., egyetlen pozitívumot szeretnék kiemelni, ami abszolút utolérhetetlennek tűnik a mai tapasztalataim alapján. Nevezetesen az, hogy én nem az órákon, jó, tanítottak sok minden professzionális dolgot, megtanítottak, de például szakmai szokásokat, mondjuk ilyen kutatói habitust. De azért ennél sokkal fontosabb volt, ami az órákon kívül történt. Tehát egy ilyen jó amerikai egyetemen van körülbelül 80-100, a világ 80-100 országából társadalomtudós doktori hallgató. Tehát én nekem mindenféle volt, egy japán haverom, egy Xinjiang, tehát ez a Kína nyugati muszlim tartománya, ujgur ismerősöm, volt egy olasz arisztokrata srác, aki előzőleg 6 évet eltöltött a Fülöp-szigeteken, antropológusként, ez volt a közeg. És ezektől tanultam, egy iráni francia tanár, aki egyébként feketeöves karatés, aki aki földrajzos volt, és ez a baráti kör volt az, amiben én megkaptam a mondjuk így professzionális orientációmat, teljesen átrendezte az én saját magamra, Magyarországra vonatkozó önképemet, és hogyha mondjuk furcsának találja valaki a mai közegből kiindulva az, hogy miket mondok, vagy miket írok, ez 90%-ban a mai napig, noha ez elég régen volt, a mai napig ennek köszönhető. Tehát mondjuk ennyit tudok erről mondani. Országelhagyó szociológusként ülök itt a budapesti lakásomban, és mondom mindezt magyarul. Ennyi. Köszönjük szépen. És akkor zárásként, legalábbis ebben az első körben, Hadas Miklós. Köszönöm a szót. Rengeteg dolog jutott eszembe annak kapcsán, amit elmondtatok. És nyilván, hogy csak a töredékére fogunk tudni reflektálni, és gondolom a hallgatókban is rengeteg kérdés merült föl. Tehát 10 perc az nagyon kevés mondandó kifejtésére elég. Én most két részre fogom osztani azt, amit fölvázolok. Az első, az tulajdonképpen egy ilyen eseménytörténeti beszéd. Arról fogok röviden szólni, tulajdonképpen csak kulcsszavak segítségével, hogy életemnek 7 évében, ez pontosan 1978 és 1985 között történt, igencsak régen, hogyan és milyen körülmények között léteztem, amelyek elősegítették azt, hogy szociológussá váljak. És a második részben pedig ezt próbálom egy kicsit tágítani, és az összefüggés rendszerre, a társadalmi környezetre vonatkozóan is néhány utalást szeretnék tenni. Tehát én 78-ban kezdtem el a szociológiai tanulmányaimat az ELTE kiegészítő szakán, és 82-ig jártam oda, de 78-ban még korán sem volt biztos, hogy én a szociológus leszek, mert hogy nagyon sok vasat tartottam a tűzben, sok mindennel foglalkoztam. Volt már egy diplomám, Szegeden végeztem korábban magyar énekzene szakon, és akkor még éppen a konzervatórium jazz tanszakának a tanulója voltam, ahol 79-ben fejeztem be a képzést, és emellett még különböző zenekarokba játszottam, ebből éltem, és különböző színházi kísérletekben is részt vettem, mint író, rendező, alkotó, mindenes, omnipotens, nagy egóval rendelkező fiatalember. Tehát a szociológia az még korán sem volt egy meghatározó tényező számomra, és ezek az egyéb tevékenységek, ezek még jelen voltak évekig, legalábbis 80-es évek elejéig. Például én még jártam 80-ban is a Zeneakadémia zenetudományi szakára vendéghallgatóként, és az ELTE-n én kiváló oktatók, kiváló óráit is látogattam a szociológia mellett. Ha kettőt kéne említenem,
akkor az egyik az Spiró Györgynek a kelet-európai drámákról szóló brilliáns szemináriuma volt, a másik pedig Fodor Gézának az Esztétika Tanszéken tartott Mozart operákról szóló szemináriuma. Tehát az érdeklődési köröm az nagyon nyitott volt, és főleg a művészetek iránt érdeklődtem ebben az időben. Mellékesen még többször jelentkeztem, és itt visszautalok az előttem szólókra, a Színművészeti Főiskola rendezői szakára, ahol színházrendező szerettem volna lenni. Majdnem fölvettek, de aztán végül mégsem vettek föl. Tehát rengeteg esetlegesség volt az ember életében, de aztán fokozatosan beszippantott a szociológia közege, mert hogy ugye a 70-es, 80-as évek fordulóján vagyunk, amikor Magyarországon szerveződött a demokratikus ellenzék, és én bekapcsolódtam a SZETA, fiatalok kedvéért mondom, a szegényeket támogató alap által végzett tevékenységbe, és egy nagyon izgi kutatásban vettem részt, amit Ambrus Péter kiváló szociológus vezetett, és ebből egy könyv is született, a Dzsumbuj címmel, tehát a Dzsumbujban végeztünk kvázi antropológiai, hosszú távú, longitudinális vizsgálatot, amiből rengeteget tanultam, és így egyre izgalmasabb lett számomra az a létforma, amit a szociológia, a szociológus tudás biztosított számomra. És itt tulajdonképpen, ha megint a mestereket, a referenciákat, a véletleneket, a hatásokat említjük, akkor két tényezőt kell kiemelnem innen a 80-as évek elejéről, amelyek végül is meghatározóak voltak a jövőm szempontjából. Az egyik, hogy Veszeli Anna egészen remek Pierre Bourdieu kurzusokat tartott kultúra-szociológia oktatásának keretén belül, és akkor rácuppantam, hogy hoplá. Ez a Pierre Bourdieu nagyon érdekes számomra, és aztán 82 után én a doktori dolgozatomat megírtam a popzenei mező szerkezete és működése címmel, amit lefordítattam, akkor még nem tudtam, hogy franciáról, lefordítottam franciára, és turista útlevéllel elutaztam Franciaországba, és elküldtem Bourdieu-nek, és egy nappal a 30 napos határidő lejárt előtt a titkári telefonát, hogy a Monsieur Bourdieu várja magát, aki rendkívül barátságos volt, rendkívül bátorító, summa summarum szerzett nekem egy ösztöndíjat, fölvett PhD hallgatójának a szűk, elit, zárt Bourdieu szemináriumi körbe. Tehát tulajdonképpen ez volt az a tényező 83 végén, ami meghatározta az életemet, mert onnan már nem volt visszaút, 84-85-ben tanultam Párizsban, és egy kis doktori fokozattal kvázi egyenértékű diplomtétűt, aprofondi fokozatot szereztem, és Bourdieu-nek volt köszönhető az itteni pályaívem elindulása is, és még egy nevet kell említenem, aki óriási hatással volt életemre, és nagyon büszke vagyok, hogy tulajdonképpen barátjának nevezhetem magam, ez pedig Karádi Viktor, aki rendkívül önzetlenül egész életemben segített, és rendkívül sokat tanultam tőle, és tulajdonképpen ő volt az, aki beajánlott Andorka Rudolfnak, aki akkor 85-ben a frissen létrejött közgázon szerveződő szociológia tanszéknek a vezetője volt, és lényegében ott kezdtem pályafutásomat. Tehát ez volt az a 7 év, 78 és 85 között, amely során én a különböző tényezők egybejátszásának köszönhetően végül mégiscsak szociológus lettem. Hogy ez miért történhetett így, ennek megvannak a strukturális okai, nevezetesen, hogy az én habituális késztetettségeim azok gyönyörűen találtak önmaguk számára kifejezési terepet, megélési, beélési lehetőséget a szociológián keresztül. Ugyanis most nem megyek bele itt a családi háttérbe, de én gyárilag egy konfrontációs készítettséggel, egy állandó hadakozással megáldott ember vagyok, aki állandóan oppozícióba került a környezetével, aki állandóan kritikusan lépett föl, oly módon, hogy még a kritikus ellenzéknek is belső kritikusa volt. Tehát ebből a diszpozícionális mintázatból máig nem tudtam kilépni. Nos, ennek a kritikai szellemiségnek az intézményesülését rendkívüli módon elősegítette az, hogy én
szociológiát tanulhattam, hiszen annak idején, a 70-es, 80-as években a szociológia volt részben Magyarországon, részben pedig Bourdieu környékén a domináns nemzetközi irányzatokat tekintve is a legitim kritikai diskurzus, amelyik érdemi állításokat fogalmazhatott meg a társadalomról, és amely bizonyos értelemben programot is, célt is adott az embereknek, hogy olyan módon végezze el a társadalom elemzést, amely valamilyen módon hat a társadalom átalakítására. De e tekintetben óriási különbség van a 21. század szociológiája, ami, ahogy itt elmondta Anikó is és Ádám is, hogy inkább egyfajta technokrata jellegű szaktudást ad, illetve a 70-es, 80-as évek szociológiája között, ugyanis ebben a régebb időszakban a kritikai beszéd, a kritikai diskurzus az baromira fontos volt, és a társadalom kritikai attitűddé sublimálhatta az ember a saját pszichésen megalapozott és kialakított kritikai, konfrontatív, kombattív készítettségeit. A másik tényező, amiben számomra nagyon fontos volt a szociológia, és szintén a habituális mintázatok és a külső körülmények egybe csiszolódását elősegítette, az úgy fogalmazható meg, hogy a szociológia biztosította számomra a perspektíva tágulását sokféle értelemben. Tehát a perspektívám tágulása, én egy kispolgári Budapest belvárosi közegből származom, Szegedre kerülvén megismertem a vidék Magyarországát és a Budapest képet, amit a vidéki tapasztal. Innen tovább léptem Erdély, Románia felé, majd tovább Lengyelország felé, 70-es években nem nagyon lehetett még nyugatra járni. És aztán a 80-as évek elején kezdtem tágítani az érdeklődésemet, és elég tudatosan tettem mindezt, tehát ennek volt része az, hogy Párizsba kerültem és ide aspiráltam, és ott abszolút mértékben kitágult a perspektívám, tehát egy volt nagy gyarmatartó birodalom pozíciójából szemléltem a világot, ahol napi jelentősége volt annak, hogy Vietnám az a francia gyarmatbirodalom és gyarmati törekvések része volt, vagy Guadeloupe a világ másik részén szintén ide tartozik. Tehát abszolút megváltozott a lépték, a földrajz értelembe vett lépték a szociológiának köszönhetően. De megváltozott ilyen értelemben a társadalmi tér léptéke is, hiszen én kiláttam a saját társadalmi pozíciómból, és tudtam kellő reflexióval viszonyulni más társadalmi pozíciókhoz. Egyfajta tétje volt annak, amit csináltam, és többé-kevésbé egyértelmű lett az, hogy nekem felelősség etikával az elnyomottak, a kisebbségiek mellett kell kiállnom, és hát a szellemi tér is tágul, tehát mondjuk a művészeti valóság reprezentációk mellé belépett egy olyan egyre differenciáltabbá váló szociológiai valóságdemonstráció, valóságértelmezés, amely ennek az erős iskolának, ami tulajdonképpen úgy gondolom, hogy joggal nevezhető, tehát a 80-as évek Bourdieu közege joggal nevezhető a világ szociológiai centrumának. Tehát ilyen értelemben nekem óriási szerencsém volt, hogy mind a kritikai konfrontációs készítettségemet, mind a perspektíva tágulása, sok értelemben fölfogott tágulása kapcsán beélt, megélt mintázataimat valamilyen intézményes formában kifejthettem, és erre a 70-es, 80-as évek magyar és globális szociológiája abszolút alkalmas terepnek bizonyult. Köszönöm szépen. Szuper, ezt most ilyen végszónak is, vagy levitted a hangsúlyt, úgyhogy ezt most így úgy is értékelem. Ezt akkor
tulajdonképpen az első körön túl vagyunk, már érkeztek egyébként kérdések hozzánk, de abszolút bátorítjuk a hallgatóságot arra, hogyha menet közben bármilyen kérdés vagy hozzászólás felmerült, akkor azt nyugodtan itt lent, tehát a lenti menüsorban a Q&A gombnak a használatával nyugodtan küldjétek be. És tulajdonképpen itt most az első kérdés, hogy milyen formában szeretnénk egymásra reagálni itt most. Van-e egyből reakció valamire, amit elmondtunk? Vagy hát nekem lehet egy nagyon rövid. Igen? Szóval, hogy tisztelt közösségek, mondanám, hogy ez volna a banda, és hogy egy csomó azonosságot fel lehet vedni. Én ezt szeretném most elmondani, mert el fogom felejteni, és egy ilyen szűk közegben nem véletlen az, hogy egyébként én is színházrendező szakra jelentkeztem az SFE-re. Tehát ez egy nagyon izgalmas helyzet, akár egy szociológiai nézőpontban, hogy itt van öt ember, amiből három valamilyen körülmények közt próbálkozott a színművészeti egyetemre bekerülni, és hogy az ő szociológiai pályája ezután következett, és ehhez fűződve csak zárójelesen jegyezném meg azt az élményt, hogy én ezeket nem tudtam például az én mesteremről, Mikorsról ilyen részletességgel, és amikor írom a szakdolgozatomat, és a szakdolgozatomat már a Corvinus doktori képzésén, és egyszer csak 1981-ből találok egy interjút, amit a Hadas Miklós csinált a Szakcsilakatos Béla bácsival. Két hétvel rá, miután én a Szakcsilakatos Bécivel, a Béla bácsinak a fiával, szintén kiváló jazzzongorista interjúztam. Ez valami egészen ilyen Gabriel García Márquez-i élmények, mert hogy ezeket így nem mondtuk el explicite egymásnak, ugyanis nem tudtam én ilyen mélységekig akkor még az én konzulensemről, és hogy ezt... Hogy a szabados hogy, interjút ne is említsük. Hogy az, igen. Meg a többi. Mondjuk, igen, igen, csak nem csak ezt akartam mondani, hogy kulcskategóriá lesz itt a burgya és a habitus, és talán ez az ilyen konfrontatív diszpozíciók, amiről a Miklós beszélt, és ezek az ilyen apró kis mozaikszerű részletek, és egyébként rendkívül eltérő pályai dinamikáknak az azonossága szerintem nagyon izgalmas, és ezt most gyorsan el akartam mondani, ezt a két élményt itt az SFE és a jazz kapcsán, a harmadik a konfrontáció volna, de azt nem fejtem ki. Mielőtt elfelejtem, ezt szerettem volna csak gyorsan elmondani. Én csak ha szabad, néhány kulcsszóra, amit így magamnak bekarikáztam titeket hallgatva. Tehát az egyik a szociológiai képzelőerő, amit Ágoston említett. Ez számomra is egy rendkívül fontos dolog, és azt gondolom, erre még vissza fogunk térni. Tehát valamennyien olyan szociológusok vagyunk, akik igyekeznek működtetni szociológusi képzelőerőket. A másik, ami már nagyon sokszor elhangzott, mindannyiunknál elhangzott, ez a kritikai potenciál. Tehát az, hogy kritikai módon próbáljuk ki az adott helyzetében művelni a szociológiát. És egy harmadik, ami itt József által elmondottakból derül ki, és itt zárójelbe került a mi meséinkben, utalások voltak rá, ezek a kudarcok. Tehát éppen most nem árulok el titkot, vagy titkot árulok el, hogy éppen Ádámmal a legutóbbi kudarcát próbáljuk földolgozni, hogy mi minden nem sikerült. Gyönyörű előadást lehetne tartani, és lehetne ez egy következő kör akár, hogy elmeséljük a kudarcainkat. Tehát nekem rengeteg kudarcom volt. Én is el tudom mondani azt, hogy a középiskolai osztályfőnököm azt mondta rólam, úgy minősített, hogy magából soha nem lesz rendes, vagy belőled soha nem lesz rendes ember, vagyis ezt az anyámnak mondta, aki majdnem megütötte ezek utána az osztályfőnököt, és így tovább, és így tovább. Rengeteg elbukott vizsga, rengeteg elutasított pályázat, rengeteg egyéb kudarc. Tehát azt gondolom, és ezt egy szempontként vetem föl, hogy a kudarcok rekonstrukciója és a kudarcokra adott válaszok és a kudarcokkal kapcsolatos stratégiák
szintén nagyon érdekes kérdések lehetnek, amit szociológusként végig gondolhatunk. Megint levittem a hangot, pontot tettem, tehát ezáltal utalok, hogy tiétek a szó, meg hát esetleg próbáljunk reflektálni a fölmerült... Ezt szeretném, jött egy kérdés, ami arra vonatkozik, pillanatnyilag megtalálom, amire én próbáltam magam eszközeivel válaszolni, hogy ugye ha mi magunkat olyan embereknek tekintjük, akik a szociológia peremén vagyunk, akkor ki van a középpontban, mi van a középpontban, és egyáltalán mi bizonyos értelemben kívülállóak vagyunk-e a szociológiai mezőn, még már ilyen vagy olyan szempontból. Én beszéltem erről a saját esetemmel kapcsolatban, és azt hozzá szerettem volna fűzni, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen félig kívülálló pozíció magát a replikát is jellemzi, amennyiben nem kötődik szociológiai intézményekhez. Tehát ha mondjuk megnézzük a három legnagyobb szociológiai folyóiratot, a Szociológiai Szemlét meg a szociopont.hu-t, akkor ugye a Szociológiai Szemle, ez a Magyar Szociológiai Társaságnak a folyóirata, ha jól mondom, erős szálakkal kötődik az ELTE TTK-hoz, de azt hiszem, hogy hivatalosan a MST-hez alá tartozik. A szociopont.hu az az MTA, hát leánykori nevén MTATK, most Eötvös Loránd Kutatóhálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont alá tartozik, a replika meg nem tartozik ilyen értelemben sehova, hanem a replika, ez azt hiszem, hogy a finanszírozásban is néha megnyilvánul, tehát amikor nekünk replikások... Tessék, Ádám neve? Jó, akkor mindjárt. Szóval, hogy amikor nincsen pénzünk, akkor nincsen pénzünk, nincsen olyan intézményi háttér, ami minket megtartana. Nem tudom, a többi folyóirat esetében ez így működik-e, nem akarok semmit feltételezni az esetükben, meg ha így van, az se probléma, csak hogy a replika tulajdonképpen intézményi beágyazottság nélkül a saját produktumán keresztül tudja önmagát eladni, máshogy igazából nem. Tehát, hogy itt én egy kicsit analóg helyzetet érzékelek, a replikának a mezőn belüli helyzete, és a mi többünk mezőn belüli helyzete között. Mit gondoltok erről? Tehát, hogy kívülállás, belülállás, kicsit kívül, kicsit belül. Hát ha ehhez én annyit hozzátehetek, hogy ebből az ötösből szerintem én vagyok leginkább beágyazva mondjuk ugye a mostani hazai szociológiai mezőbe, egyrészt mert az egyik központ, tehát a szociológia képzés egyik központi intézményében vagyok. Igaz, hogy most éppen félállásban, tehát nem teljesen. De fél lábbal vagyok egy pont az előbb említett Eötvös Loránd Kutatóhálózat Társadalomkutatóközponti OTKA kutatásban is fél lábbal, és egy harmadik fél lábbal valami ugyan tévképzett, de közben meg a harmadik fél lábam az egy versenyszektori másodállás. Vagy három fél lábad van. Akkor... Igen, három fél lábam van. Tehát, hogy ebből a szempontból ez a határok között, különböző terepek között való mozgolódás, az például az én perspektívámat abszolút befolyásolja, és ez részben arról is szól, arról a helyzetről, hogy mondjuk állami alkalmazottként is, akkor mindjárt reagálok arra a kérdésre, amit érkezett is, a pedagógus társadalomnak a, mint ilyen alsó középosztály lecsúszó történet kérdésre, amit felvezettem, hogy ez tulajdonképpen arról is szól, hogy mindig legyek kész arra, hogy bármi történik, tudjak ide-oda váltani. Tehát, hogy egy iszonyatosan flexibilis, iszonyatosan rugalmas hozzáállás kell ahhoz, hogy az ember meg tudja őrizni valamennyire a pozícióját, túl tudjon élni. Tehát, hogy ez volt például az egyik eredménye a mostani alkalomra való gondolkozásomnak, hogy ezt felismerjem, hogy ez ennek tulajdonképpen a öröksége, hagyománya az például a családi mintákból is fakadt, mert hogy ugyanezt láttam, hogy ugyanez ügyeskedés, és ez a kimozogjuk, és próbáljuk a fejünket a víz felett tartani stratégia volt, amit én is láttam. És a kérdésre válaszolva, hogyha most már itt magamhoz ragadtam a szót, amit ugye itt feltett az egyik kérdezősünk, az Zoltán,
hogy a magyar pedagógus társadalom lecsúszása nem világjelenség, viszont az, hogy a középosztály az egyre kevésbé tudja, vagy egyre több munkával kell, hogy egyre több munkát kell belerakni abba, hogy megőrizze a pozícióját, és az sem kifizetődő, ez a kvázi lassú lecsúszás, ez viszont globális, és ez mindenfajta társadalmi feszültségekhez vezet, amik látjuk is, hogy kibuknak. Tehát, hogy ebből a szempontból azért itt mégiscsak van erről szó, és az, hogy az állam nem fizeti meg az állami alkalmazottait, és hagyja, hogy a szituációjuk az romoljon, időről időre egy ilyen bérrendezéssel felemeli őket, valamely ezt oldja. Ez egy bevett tendencia. Én is hozzátennék valamit, hogyha... Igen, József. Hogy két dolgot. Az egyik, hogy az egyik kérdésre én már írásban azt válaszoltam, de akkor megismétlem egy nagyjából röviden szóban is, hogy a szociológiának az az egyik jellegzetessége, amit ez a George Ritzer nevű amerikai szociológus ilyen ékesszólóan pertraktálta, hogy úgynevezett multiple paradigm science, tehát hogy több paradigmával rendelkező tudomány. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy veszel akárhány szociológust, elég nagy számút vagy kis számút, tök mindegy, szinte biztos, hogy semmiben nem fognak megegyezni, tehát még abban se, hogy mi az, hogy társadalom. Tehát tényleg a legalapvetőbb kérdésekről se lesz semmiféle konszenzualitás. Na most ez, a kérdés az, hogy ez baj-e? Szerintem nem olyan nagy baj, mert ez exponenciálisan megnöveli a mozgásterünket. Ugyanakkor ez azt is jelenti, most nem akarok nagyon belemenni, de az azt jelenti, hogy ugyanakkor azért a paradigmatikusságra törekedni kell, tehát lehet, hogy a szociológia multiparadigmatikus, attól még nem kell mindenki, hogy mondjam, tehát hogy ne legyen az embernek paradigmája, azért az nem árt, hogyha benne van valamiben. Tehát, hogyha most ha Bourdieu, akkor azért nem árt ismerni Bourdieu-t. Tehát akkor a Bourdieu helyett nem lehet behivatkozni a Wallensteint. Ez úgy nem fog menni. Tehát akkor azt a Bourdieu, akkor... Na, érted. Ez az egyik dolog. A másik pedig, a két kérdés is volt a peremhelyzetre vonatkozóan, ezzel kapcsolatban csak azt akarom mondani. Én ezt már elég régen gyakorlom, a peremhelyzetet. Én több országban, a világ elég sok országában vagyok peremhelyzetben. Tök jó. Tehát maga a perem helyzet mi volt, az nem olyan borzasztó, mert egyfelől ugyancsak növeli a mozgás lehetőséget, mert ugye akkor közel vagy a másik, a határok másik oldalához, tehát könnyebb átlépni, és hihetetlen alkalmat ad arra, hogy a kritikai szemléletet érvényesítsük, például magával a tudomány szakunkkal szemben is. És hát most akkor, és akkor a harmadik dolog pedig az, hogy a magyarországi szociológiára mi van a közepén, ott egy ilyen jellegű eleme is egy kérdésnek, mi van a magyarországi szociológia közepén, hát szerintem egy konténer társadalomban, a világtól elszigetelt társadalomban élő fantom. Tehát az a társadalmi lény, ami a magyar szociológia nagy részének a középpontjában, az nincs. És ez ebben, ezt most beismerem, hogy ennek a mostani kis sessionnek a címét, hogy kivezetés a szociológiából, azt én ötlöttem ki, természetesen 98%-ban poénként, de azért van egy ilyen ellen is, hogy azért esetleg el kéne már oda jutni, hogy fölfogjuk, hogy az átlag magyar villamosvezető az globalizáltabb lény, mint a magyar szociológia óriási része. Mint amit a magyar szociológia óriási része hajlandó elismerni, vagy fogalmilag megragadni. Tehát, hogy kicsit le van maradva a tudományszakunknak a tömege, tehát a középponti része a társadalom mögött. És ez azért, és hát még egyéb dimenziók is vannak, most ezt a skála dolgot, tehát a globalitást említettem, de egyéb problémák is vannak, amelyek azt jelentik, hogy ez tulajdonképpen egyfajta ilyen szellemi harci terület a szociológia. Na most ezzel szemben áll az a tény, hogy az intézmények úgy működnek, mintha ez, kérlek szépen, ez, hát nem is tudom, mi le, a lehető legmegállapodottabb, legteljesen egyértelmű, mit tudom én,
farmakóbiológia lenne, ahol egyetlen, ezért van, egyetlen, mindenki ugyanazt azt a néhány problémát akarja megoldani, és a tudományszak 99%-a az konszenzuális. Kb. Így működnek az intézményeink, miközben szó nincs róla. Tehát előállnak olyan helyzetek, én nekem van egy affiliációm egy magyarországi szociológiai intézetben, ahol nagyrészt az az érzésem, hogy nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. És nem azért, mert én hülye vagyok, meg nem azért, mert ők hülyék, hanem egyszerűen egy másik helyen vannak, és ők, az intézmény követeli meg, hogy úgy tegyünk, mintha ez egy megállapodott tudomány lenne, már minden kérdés meg lenne oldva is. Szóval ezért érdekes számomra egyébként, mert kreativitás kényszer van a szakmában. Tehát akkor te inkább ebben lehetőséget látsz, mint veszélyt, vagy kirekesztettséget, vagy peremlétet. Ezt is. Hát a peremlét, hogy mondjam, mindennapok szintjén nem jó, tehát amikor az embernek nem igen van más, kivel beszélgetni, az nem jó, nyilván. Meg az sem, hogy a jövedelme, az se jó. Tehát ugye ezt is ismerem. Igen, Ágoston, ehhez pár megjegyzést fűzhetek? Hogyne. Még én is szeretném. Igen, csak még direkt talán előtt. Szóval... Nagyon-nagyon röviden és töredékesen, ami ennek kapcsán eszembe jut, hogy magyar szociológián belül centrum, periféria, én írtam így a populáris zenetudományról, jazz studies kapcsán egy olyan interjút egy Sydney-ben alkotó jazz tudóssal, aki egyébként sokat volt Finnországban és a világ minden táján, aminek pontosan az a címe, hogy a radikális kritika soha nem a centrumból érkezik. Tehát, hogy ez a fajta beszélgetés, mint az ilyen disziplinák közötti viszony, és a disziplináknak a különböző geopolitikai beágyazottsága szempontjából is nagyon előjön. De amit én szeretnék mondani, hogy az igazán rossz és igazán keserű tapasztalat, hogy itt nincs tétje a vitáknak. Tehát, hogy amit a József mondott, hogy itt nem értenek egymással egyet, és hogy ez a tudomány multiparadigmatikus természetéből fakad, az a legjobb kegyelmi állapot lenne, mert akkor azt feltételezhetnénk, hogy vannak különböző pozíciók, episztemológiailag megalapozott, empirikusan megalapozott különböző pozíció, ahol téttel bíró viták közepette kristályosodik ki a tudás. Na most a Magyarországon, amit én megtapasztalok, tehát a létezésem, és én nagyon szeretnék ország elhagyó szociológus lenni. Nekem ez a legkomolyabb szakmai ambícióm, hogy ország elhagyó szociológusként nézhessek magamra, hogy Magyarországon én azt tapasztalom, semmi tétje nincsen a vitáknak, ezek egy álcák, ezek a Schopenhauerről élve, ezek a mája fájtla, ami tulajdonképpen kisstílű hatalmi játszmáknak a monopolizálása érdekében folytatott áldiskurzusok. Tehát nekem ez a tapasztalatom, hogy nagyon jó lenne tételbíró vitákban részt venni, de tulajdonképpen valahol, és ezt én nem tudom, hogy történetileg ez hogy volt, de biztos, hogy valahol a szelekciós eljárások hosszú távú folyamata eredményezte azt, hogy nekem fiatal, 32 éves szociológusként akárhova publikálok, akármilyen nagy presztízsű kiadónál írok könyvet, ami viszonylag kompetitív a generációmban, egyfajta tanársegédi pozícióra nem pályázhatok Magyarországon. És sokkal igazságosabbnak érzem a nemzetközi versenyt, ahol arctalan ilyen mindenféle komitik döntenek. Tehát ezt akartam volna hozzátenni. Hozzátehetek még valamit? Csak röviden? Igen. Hogy azt se kell túlértelmezni, tehát azért ott is vannak komoly problémák, azt azért nem nagyon tudnám aláírni, hogy teljességgel normatív a kiválasztási rendszer ott sem. A másik dolog pedig, egy dolgot akartam még mondani a magyarországi szakmával kapcsolatban, hogy ráforduljunk egyfajta ilyen a jobbítás érdekében elmondott kritikai vonalra, hogy nekem egy megdöbbentő élményem van az itthoni szakmával kapcsolatban. Nevezetesen az, hogy
rendkívül alacsony, vagy hogy mondjam, csekély, amit mondjuk Durkheim úgy hívna, hogy a társas sűrűség, vagy a társadalmi sűrűsége. Tehát, hogy nem áll egymással, hogy mondjam, nincs állandó forgalom, nem nincs állandó szellemi élet a szociológiában. Tehát mondjuk a Johns Hopkinson PhD-t csinálni, az azt jelentette, hogy az ember állandóan aktívan kellett, hogy harcoljon az ellen, hogy akár a saját tanszékén, akár a rokon tanszékeken, antropológia, politológia, földrajz, egyéb irodalom, olyan izgalmas, fantasztikus vendégelőadás sorozatok vannak, minikonferenciák, nem annyira minikonferenciák, mindenféle állandó, naponta. Tehát az, hogy azzal kellett, az volt az állandó problémánk, hogy most a saját munkánkkal foglalkozunk, vagy meghallgassuk, tudom én, David Harvey oda hívta a Partha Chatterjee-t, és akkor ezek ott ketten egymás haját tépték, egyébként nem jó barátok, tehát pont ellenkező álláspontok sorát fejtik. Tök rendben van, utána megölelik egymást, és elmennek, és egy jót kajálnak az afgán étterembe. Hát ebből olyan hihetetlen, hogy mit tud az ember profitálni, egy életre meghatározó tud lenni. És ez nem csak a diákokra igaz, hanem a gyakorló szociológusokra is. Tehát hány vendégelőadás van az általatok ismert magyarországi szociológia tanszékeken? És azok közül hány nemzetközi? Mert ugye kis ország vagyunk, tehát az azért nehéz lesz, hogy egy 10 milliós országból hozzuk, állítsuk elő az összes szellemi tartalmat, ráadásul ez ugye nem nemzeti tudomány a szociológia, hanem ugye generikus, tehát ebben az értelemben teljesen jogos, hogy és ráadásul még fizetni se kéne az utazási költséget, mert járvány van. Tehát még úgy lehetne ezt csinálni. Miért nem csináljuk? Hát nem csináljuk. Most csináljuk. Egy bizonyos fokú, minden rendben van, gyerekek, csak ne kelljen már bejönni még annyiszor. Vagy leülni a képernyő elé annyiszor. Hadd mondjak néhány dolgot arra a kérdésre, egy nagyon fontos kérdés, hogy mi kívülállónak érezzük-e magunkat, vagy sem. Nem érzem magam kívülállónak, de a kérdés föltevésben van egy olyan rejtett föltételezés, hogy akkor ezek szerint volnának belülállók is, és hogy a mező struktúrája valamiféle koherenciát mutat. Most az én véleményem az, hogy nincs koherencia, és igazából nincsenek belülállók, hanem egymás mellett létező szegmentálódott, tagolt, atomizálódott, anomia állapotában lévő kis egységek, informális egységek vannak, amelyekre próbál hatást gyakorolni kívülről az intézményrendszer, legyen szó az egyetemről, az akadémiáról, vagy a piacon megjelenő kutatóintézet. Tehát abszolút egyetértek azzal, amit itt József mondott. 35 évet tanítottam a Marx-Árő Közgazdaságtudományi Egyetem, illetve utódintézeteiben. Amikor én oda kerültem 10 évig, tehát az a 90-es évek végéig jellemző volt, én eleinte heti, később havi rendszerességgel tartottam egy szociológiai klubot, ahova meghívtam embereket, és próbáltunk érdemi szakmai vitát folytatni. Egyébként Andorka Rudolf böcsületi legyen mondva, hogy ezt rendkívül módon támogatta, és mindig jelen volt, és érdemileg részt vett a vitákon. Ez az elmúlt 20 évben abszolút megszűnt. Tehát én nekem többször kellett kérnem azt az intézet jelenlegi vezetőitől, mint főállású professzornak, hogy beszélhessek a kollégáknak azokról a kutatásokról, amiket én folytatnék. És gyakorlatilag azt gondolom, hogy itt a disziplinából kilépő kapcsolatok, tehát a nemzetközi kapcsolatok, vagy a más disziplinák képviselővel folytatott kapcsolatok sokkal erősebbek, mint a disziplinán belüli kapcsolatok. Tehát ahogy nem volt a Corvinus Egyetem szociológiai intézetében szellemi
lényegében semmiféle szellemi kapcsolat az emberek között. Mi szerveztünk genderközpontos előadásokat, az intézet kollégák 90%-a 10 év alatt egyetlen egy ilyen rendezvényre nem jött el. Nem tudtuk azt, hogy mi történik az ELTÉ-n, nem tudtuk azt, hogy mi történik Szegeden, ha csak nem volt ott éppenséggel egy barátunk, kollégánk, akire odafigyeltünk. És nekem sokkal intenzívebb kapcsolataim voltak azokkal a külföldi kollégáimmal, akik az én beágyazottságomból adódóan, hát vagy azért, mert a Studies on Men and Masculinities, vagy azért, mert a Norbert Elias körül szervező csapatot, vagy azért, mert a Burgyőz János csapatot képviselem. Tehát ezekkel valamiféle nemzetközi kapcsolat volt konferenciákon, de hogy gyakorlatilag én a magyar szociológiai mezőről nagyon nehéz módon és nagyon nehezen tudnék, mint egyfajta koherens, Bourdieu értelemben fölfogott, tudásért folytatott pozícióharcok által jellemezhető mikrokozmoszként beszéljek. Tehát itt tulajdonképpen egy intézményi fikcióról van szó, amelyik hát egyre inkább fikcióvá válik. Egyébként azáltal, hogy én egy szociológia képző helyen évtizedeken keresztül alaptárgyakat tanítottam, mi több egy doktori iskolának is a vezetője voltam, mindenféleképpen beletartoztam ebbe az intézményrendszerbe, de sajnálatos módon ez abszolút nem tette sem számomra, tehát az én Corvinus egyetemi pozícióm nem tette számomra lehetővé azt, hogy érzékeljem azt, hogy mi történik úgymond a magyar szociológiai mezőben, és vice versa, tehát a szociológiai mező a kollégák jelentős részének sem volt fogalma, ha nem volt velem éppenséggel kapcsolatban, hogy én mi a csodát csinálok a Corvinus Egyetemen, mint ilyen-olyan tárgyakat oktató, illetve bizonyos értelemben vezető pozícióban lévő kollega. Tehát ilyen értelemben azt mondanám, hogy ez a törekvés, amit mi most megfogalmaztunk, hogy replika szabad egyetemet hozunk létre, és a saját energiáinkat, a saját kreativitásunkat, a saját lelkesedésünket bocsátjuk piacra, ez úgy értelmezhető, hogy tulajdonképpen mi vagyunk a magyar szociológiai életnek valamiféle lendületet adó centruma, ami iránt úgy tűnik, hogy jelentős érdeklődés van. A legdrámai példa, hadd mondjam el, és ez tényleg sokkoló számomra, Karádi Viktor és Nagy Péter Tibor írtak tavaly egy könyvet angolul a magyar szociológiáról. És a szociológiai társaság, a magyar szociológiai társaság, ami elvileg a szakmánknak a központi intézménye lenne, és a Wesley közösen rendeztek egy könyvbemutatót Karádi Viktornak, ahol, ha jól értesültem, Karádi Viktoron, a feleségén, a szervező Nagy Péter Tiboron, aki ugye társszerző kívül, egyetlen egy ember jelent meg, Veszeli Anna, a szociológia társaságnak az elnöke. A magyar szociológiai szakmából nulla érdeklődés nyilvánult meg egy rendkívül fontos könyv iránt, ami rólunk szól. Azt gondolom, hogy ennél ékesebb bizonyítéka a szociológiai szakma szétesettségének, anomiás jellegének, atomizált mi voltának nem létezik. Megint levittem a pontot, átadom a szót. Ehhez akartam hozzászólni, felvetettetek több szempontot is, tényleg csak röviden. Ádám mondta, hogy úgy érzi, hogy nincsen tétje semminek. Ezzel én is szembesültem, egy ideig azt hittem, hogy van, amikor én doktori képzésre elkezdtem járni, akkor volt egy ilyen eligazítás arról, hogy különböző módokon lehet kreditekhez jutni, pontokhoz jutni, előadásból, publikációból, kutatásból, stb. És azt gondoltam, hogy hát ha ez ennyi
pontot kap, és akkor így lehet teljesíteni az elvárásokat, akkor ezt így valaki olvasni is fogja, meg úgy érdekes, meg nem tudom, vita lesz belőle. És a szorongásom akkor múlt el igazán, a publikációs szorongásom, tehát sokáig tartottam attól, hogy ha leírok valamit, akkor annak valamilyen következménye lesz, valaki megneheztel rám, valaki megbírál, ami egyébként szerintem teljesen oké, semmi probléma, de nem ez szokott lenni általában, hanem az, hogy senki nem olvassa el, amit írok, és itt nem, nyilván nem rólam van szó, hanem hogy nincsenek olvasott és vitatott írások, amit Miklós is mondott, és volt ezzel kapcsolatban egy érdekes élményem. A Corvinuson szerveztek egy vitát pár évvel ezelőtt, a Szelényi Ivánnak volt egy problémafelvető írása a szociológia hármas válságáról, és volt néhány hozzászóló, nem voltunk nagyon sokan, szerintem egy 15-en lehettünk, és a Replika szerette volna bekérni ezeket a hozzászólásokat, hogy így vitaként megjelentessük, és azt hiszem, hogy összesen egy írott verzió érkezett be, és ezért nem is lett ilyen blokk arról, hogy vitatkozzunk a globális vagy a magyar szociológia helyzetéről. Az utolsó ilyen nagy vita, amit Anikó, meg Gregor Anikó is említett, az a Németh Idénes által indított, majd lezárt vita volt arról, hogy a szociológia egy sikeres évszázad után. Ez azt hiszem, hogy már 20 éve volt lassan. De én itt azért közbeszúrnám, hogy a Replikában például a közszociológia programjáról, az is jó mondjuk már legalább 10 évvel ezelőtt volt, azért ott is egy több számon, és ott elég sok hozzászólót megszólalt. Volt persze lehet, hogy itt is megvan a maga oka, hogy miért pont egy ilyen téma, ami ugye az Amerikai Szociológiai Társaság felől érkező, tehát hogy ahhoz lehet csatlakozni, ott lehet megnyilvánulni, ott lehet megint valami fajta pozíciót kifejezni a vitához való hozzászóláson keresztül. De hogy például ott ez is egy érdekes kérdés, hogy mi az a téma, ami megmozgatja a társaságot, és miért pont az a téma, ami megmozgatja. Uh-huh. És a másik... Ha minden igaz, nem tudom te, hogy látod. Bocs, nem értettem. Azt mondom, hogy attól félek, hogy lejárt az időn. Igen, igen, egyébként kitartó figyelemmel viseltünk a közönség, tehát tényleg elég sokan vagyunk, de ugye alapvetően tényleg másfél órára hirdettük ezt meg, úgyhogy igazából tényleg ez egy nagyon pozitív, hogy ilyen sok embernek a figyelmét fenn tudtuk tartani. Én azt javasolnám, hogy... Tényleg van-e még egy ilyen utolsó kérdés, vagy utolsó hozzászólás bármelyikünk részéről az elhangzottakhoz? Illetve hát ugye a Facebook csoportban, amit ugye a diákok, elsősorban a diákok számára szerveztünk és tartunk fenn, ott tudjuk folytatni majd ezt a különböző anyagokkal, tartalmakkal a diszkusziót. De hogy van-e most itt a részletekről még esetleg egy ilyen gyors reakció, vagy lezáró reakció a mostani... Én annyit tennék hozzá, hogy remélem azt érzitek, most nem az öt megnyilvánuló, vagy a négy többi további megnyilvánulónak mondom elsősorban, hanem a résztvevőknek, akik néznek bennünket, remélem érzékelitek, hogy a dolgoknak a jobbítása elviselhetővé tétele, és ezáltal indirekt módon a magyar társadalom viszonyainak jobbítása és elviselhetővé tétele a célunk. Tehát elég kemény dolgokat mondtunk, és még megmondom őszintén, én legalább 10 dolgot mondhattam volna, ami még sokkal durvább volt, mint ami elhangzott. És igaz. És még azt is hozzá tudom tenni, hogy abból, amit a többiekről tudok, ők is elhallgattak dolgokat, amelyeket... Ezt nagyon-nagyon köszönöm, hogy mondtad, nem kellett volna el. Tehát mondja bizonyos értelem, tehát most mi iszonyú visszafogottak voltunk itt most. Oké? Okay. Tehát most csak olyan fogalmilag mondom, nem konkrét példát, hogy amikor a hozzáértés büntetik. Oké? Okay. Tehát az tényleg. Tehát, vagy amikor nemzetközi konferencián valaki a magyar szociológia képviseletében szólal fel, és az 1985-ös állapotot mondja el 2020-ban. Tehát mondjuk, nem tudom, hát 30 év,
van kihagyva be. Tehát nagyon sok ilyen van, és ez kétségtelen, hogy azért van, mert nincs tétje, tehát ugye nincs büntetés, és nincs jutalom. Tehát most a büntetések, vannak büntetések és vannak jutalmak, de azoknak semmi közük nincs ahhoz, ami történik, vagy nagyon kevés, tehát legtöbb esetben semmi. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne, csak baromira kéne akarni, és annak az első lépés, hogy kitalálni, hogy nagyjából mit szeretnénk, és az hogyan lehetne. Tehát én személy szerint azért veszek ebben részt nagyon nagy lelkesedéssel, ebben a Szabad Egyetemben, mert azt gondolom, hogy itt olyan dolgokról tudunk beszélni, amelyek fontosak. És nem csak nekem fontosak, hanem a közösségeinknek fontosak. Kezdve a társadalomtudósok, a szociológusok, a társadalomtudósok, mit tudom én, világtársadalmai, minden kettő között. Tehát ebből a szempontból szerintem, szóval ne értsétek félre, a kritikus hang az nem azért van, mert ilyen megsavanyodott emberek vagyunk, akiknek nincs jobb dolgunk, csak lehúzzuk a jót. Mert nem jó. Ami van, az nem jó. Még szeretnék egy praktikus tanácsot, vagy információt megfogalmazni. Tehát azt talán mindenki látta, hogy úgy épül föl ez a Szabad Egyetemi előadás sorozat, hogy minden negyedik alkalommal lehetőséget biztosítunk a visszacsatolásra, összefoglalásra, vitára. Tehát bátorítok mindenkit, hogy gyűjtse a felvetéseket, kérdéseket a ma elhangzott, illetve a jövő héten és az utána lévő héten elhangzó dolgokkal kapcsolatban, mert lesz lehetőségünk arra, hogy egy hónap múlva, tehát 4 hét múlva visszatérjünk a végig nem gondolt, meg nem tárgyalt, de fontosnak tűnő kérdésekre. Így van, és hogyha ez volt a fékezett habzás, akkor vajon milyen lehet az, amikor majd 90 fokon főzőprogramra fogjuk állítani magunkat? Hát ez majd ki fog derülni a következő hetekben. Cliffhangernek hívják? Igen, abszolút, és készültem ezzel a cliffhanger dologgal, mert hogy jövő héten ugye Böröc József felvezető előadásával fogjuk folytatni, amelynek az a címe, hogy lát-e társadalmakat a modern Nyugat-Európán kívül. Tehát rögtön kilépünk, akkor szétrobbantjuk ezeket a különféle kontinentális meg nemzetállami kereteket is, amiben saját magát szorította gyakorlatilag a szociológia kezdetektől fogva, úgyhogy nagy adósságot fog a csapat törleszteni, és Böröc József felvezető előadásával fogjuk folytatni jövő héten. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet, köszönjük a kérdéseket és a pozitív visszajelzéseket, és találkozunk akkor 1 hét múlva.